Hány éves vagy? 10. 10 éves vagy, jó. Román István megyei kormány megbízott át a gyerekeknek a karácsonyi ajándékokat Nyírtelken. A csomagokat a járási hivatalok dolgozói gyűjtötték, megyeszerte több mint 1000 ajándékot osztanak ki. Ruhanemű, könyvek és játékok. Többségében ezeket kapták a gyerekek. Az adományozók a dobozokra csak annyit írtak rá, hogy hány éves és milyen nemű gyerekeknek szánják az ajándékokat. Nadrág, polló, pulóver, meg a parfüm is jó illatos. A cél az volt, hogy olyan gyerekeket ajándékozzanak meg, akik családjának anyagilag nehézséget jelent a karácsony. A felhívásra nagyon komoly fogékonysággal jelentkeztek a kollégák. Ez a több mint 1000 ajándékcsomag, amely a 13 járás hivatal területén található közösségi, szociális, gyermekvédelmi intézményekben fogunk átadni. Ez egy nagyon komoly mennyiséget és számot jelent. Én köszönöm is ezúton is a kormányhivatal dolgozóinak, hogy ilyen fogékonyak voltak, és az adakozásban is az élen járnak. A nyírteleki kedvesházban 25 gyermek él, többségük a város környéki bokortanyákról. Az általános iskolás korú kicsik hétköznap, mint egy kollégiumban, a kedvesházban nevelkednek, hétvégére és az ünnepekre mennek haza. Az intézmény vezetője azt mondta, nagy segítség karácsony előtt ez a meglepetés, sokuk nehéz körülmények között él. Mivel ők kedvesházi gyerekek, ezért nem ez lesz az egyetlen ajándékuk, mert hogy tőlünk is fognak kapni valamilyen ajándékot, valamilyen meglepetést, ezért is jó ebben a kollégiumban lenni, hiszen mi egy kicsit mindig gondoskodunk azokról a gyerekekről, akik itt járnak hozzánk. Egyébként valószínűleg sok olyan gyerek lenne közöttük, akinek ez az egyetlen egy ajándéka lenne. A nyírteleki gyerekek zenés műsorra készültek, így köszönték meg a kormányhivatal ajándékait. A kedvesház lakói egész héten a karácsonyra készülnek, ők is készítenek és ők is kapnak még meglepetést.